pillanatokon belül kezdetét veszi a sportnap a főiskolán. Nézzük meg, hogy a csapatok már hogy készülődnek. A hallgatója önkormányzat kulturális és sportügyekért felelős elnökségi tagja. Az első kérdésem, miért tartjátok fontosnak a sportnap megszervezését? Úgy gondoljuk így a hallgatói önkormányzata, hogy mindenképpen kell mozogni a hallgatóknak, a rengeteg tanulás mellett fontos azért a kikapcsolódás is, úgyhogy ez az őszi féléves sportnap ez azért van, hogy egy kicsit tudjanak lazulni, egy kicsit tudjanak jönni, mozogni, sportolni. Hello, Köller János vagyok, 23 éves, BMX-es. Mióta üzed ezt a sportot? Hát ezt a BMX-et 2007 óta üzem. Milyen eredményeket értél el eddig a sportágban? Hát amatőr szinten már elég sok első helyezést elértem, például Pesten, Csillendrajt 3-an első lettem, egész jó nyereményekkel, kb. 60.000 forint összeértékben. Említetted, hogy 2007 óta üzed, volt-e valami komolyabb sérülésed? Hát egyszer nem vettem fel a bukómat, aztán ráesett a bicikli a fejembe, és így csak igazából felszakadt a fejbőr, de inkább bokasérülések. A 2012-es sportnap a végéhez közeledik. Biztos vagyok benne, hogy jövőre is megrendezik, hiszen nagyon sokan látogattatok ki ide az iskola udvarára. Akik az idén úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt, én azt mondom, hogy bánhatják, hiszen egy nagyon jó délelőttet és délután töltöttünk el itt a főiskolán. A DUF TV-t Váci Tamás tudósította. Kérjük, adója 1%-ával ön, és támogassa az éhező háromlábú kis cicákat. El sem tudja hinni, hogy nekünk ez mennyit számít, hogy 5 darab éhező háromlábú kis macska talán majd nem fog éhezni. Önök is észrevehetik azt, hogy az éhező kis macskák nélkül szebb lesz a napuk. Üdvözlöm Önöket! Viszontlátásra!